Nagy szeretettel üdvözöllek én is benneteket a zen egynapos gyakorlatunk végén, a Dharma beszéd nevű színdarabban. Miért szenvedünk? Miért van az, hogy láthatunk néhány olyan embert, aki hatalmas testi fájdalmakat él át, lehet, hogy az anyagi körülményei is rosszak, és mégsem szenved. És miért van az, hogy láthatunk nagyon sok olyan embert, aki rendkívül jó anyagi körülmények között él, lehet, hogy semmilyen testi szenvedése nincs, és mégis olyan színdarabokban szenved belül és kívül, ami után Shakespeare, Gogol és Beckett megnyalná mind a tíz ujját. Érdekesek vagyunk mi emberek, nagyon szeretnénk azt, hogyha örökké élnénk, hogyha örökké léteznénk. Legalábbis mindaz, ami szeretünk magunkban, és szeretnénk azt is, hogy azok, akiket mi kedvelünk, akik pozitív érzéseket váltanak ki bennünk, hogy azok is létezzenek örökké. Akiket nem szeretünk, azok lehetőleg ne, de mi mindenképpen, ha, ha ez nem is lehet itt ebben a világban, akkor valami másik dimenzióban, de feltétlenül éljünk örökké. Aztán azt is szeretnénk, hogy minden, amit csinálunk, az jó legyen, úgy tisztán jó, olyan tökéletesen jó legyen. És ne legyen semmi kényelmetlenség az életünkbe, és akár elmegyünk egy meditációs gyakorlatra, és ott legyen egy tökéletes közösség, legyen egy tökéletes tanító, egy tökéletes tanítás, és amikor gyakorlunk, akkor érjünk el egy olyan nirvánát, hogy onnantól kezdve minden napunk egy wellness hétvége legyen. És azt is szeretnénk, hogy teljesen szabadok legyünk mindentől és mindenkitől, de persze csak addig, hogy azért legyenek ott olyan emberek, akik így kielégítik a vágyainkat, és jó örömeket okoznak nekünk, de, de ne legyünk feltételhez kötve, ne legyünk kötve sehova, és szárnyalhassunk, mint a szabad madár. Csak az a baj, hogy lehet mindenfélét kitalálni, mint ahogy például Platón tette, hogy hát jó, igazából mulandó itt ez a valóság, meg tökéletlen, meg feltételhez kötött, de hát valahol biztos van az ideális világ. Mi itt az árnyék világban ebből csak valamennyire részesülünk, de van valahol biztos az ideális világ. Tudatilag, cselekvésileg, érzelmileg szeretnénk menekülni ettől a három igazságtól, hogy mulandóság, tökéletlenség, feltételhez kötöttség, pedig ez az élethez tartozik. És hogyha megnézitek, hogy ezt mennyire nem akarjuk elfogadni, akkor tekintsük csak a körülöttünk lévő világot, ahol sokszor azt gondoljuk itt a jóléti társadalomba, hogy hát pénzügyi válságaink vannak. Újra és újra fölmerül egy-egy ilyen, és akkor ott mindenki szenved alatta. Aztán, ha ezt megnézzük mélyebben, valójában látjuk, hogy nem is a pénzügyi válság a baj, hanem a közösségválsága, a társadalom válsága. Igen, ám, de ha még mélyebbre megyünk, látjuk, hogy a társadalom válsága az egyén válsága. Az, hogy az egyének, a közösséget alkotó egyének lelke nincsen rendben. Hogy ez valójában egy pszichés válság. És megláthatjuk azt, hogy rengetegen eljutnak mondjuk odáig, hogy lázadnak a szülői minták, a szülői szerepek ellen, mindaz ellen a mintázat ellen, amit itt az előbb Benedek nagyon szépen vázolt nektek, vagy azonosul vele, de odáig már sokszor nem jutunk el, hogy kialakítsuk magunknak a saját egészséges, önálló személyiségünket. És ez aztán kivetül a közösségünkre is, és hogyha megnézitek, akkor az emberiség jelenleg úgy működik, mint egy kamaszfiú, aki lázad a szülők ellen, van nagy akaratereje, van tetvágya, hogy csinálja, igen, igázzuk le a tudás hatalom, csináljuk meg, legyen a kényelmes körülményünk, de ahhoz már irányvétele és bölcsessége nincs, hogy mondjuk családot alapítson. Ebben az állapotban van a közösség pszichésen nagy részt a mai világban, és ezért tesszük tönkre a környezetünket és a közösségeinket. De ha ennek is a mélyére tekintesz, akkor azt láthatod, hogy ez valójában nem egy pszichés válság, ez valójában egy spirituális válság, amit úgy fejezhetnénk ki, hogy nem tudjuk igazándiból, hogy kik vagyunk, és ez a fő baj, és ide nagyon-nagyon nehéz eljutni, valamilyen praxis által lehetséges. Most már csak az a kérdés, hogy hogyan jutunk ki ebből a pácból, abból a pácból, amelyben mindannyian benne vagyunk. Ha érted a kiáltásomat, hiba. Ha nem érted a kiáltásomat, az is hiba. Fogd föl a kiáltás lényegét, az segíthet neked igazán. És ha most én segíthetek neked abban, hogy a zennel kapcsolatos kérdéseidet megválaszoljam, akkor nagy szeretettel várom ezeket. Szeretném megkérdezni, hogy a szabad akaratomat honnantól tudom ö, úgy érvényesíteni, hogy az egészségemet ezzel meg tudjam tartani. És az, hogy te idejöttél ezt, szabadon döntötted el, vagy kötött módon és kényszerhatására? Teljesen szabadon. Nagyon jó. És ez jó az egészségednek, vagy nem jó? Úgy érzem, száz százalékban jó. Nagyon jó. Akkor maradj meg az ilyen döntéseknél. És akkor nem lesz az egészséggel és a határaiddal baj. Egyébként tágabb értelemben a gyakorlat abban segít, hogy minél többet vagy a darmateremben, aztán később kinn is, amikor már könnyebben megy a gyakorlás, el tudod érni azt az állapotot, hogy minél tisztábban láss. És hogyha tisztán látsz, akkor rendelkezésedre fog állni, az a képesség, amivel helyesen tudod a helyzeteket látni, helyesen tudod a körülményeidet látni, és helyesen tudsz kapcsolatot teremteni. Ehhez a helyességhez hozzá tartozik az, hogy nem ragaszkodsz a saját helyzetedhez, a saját véleményeidhez és a saját elképzeléseidhez. Általában a szenvedés úgy jön létre, hogy, ahogy az előbb is mondtam, vannak elképzeléseink és elvárásaink, és amikor a világ ezt nem teljesíti, vagy mások nem teljesítik, akkor szenvedünk. De valójában a probléma az, hogy nem ismertük fel a helyzetet és a másik embert, és saját magunkat helyesed. Úgy és helyes alatt azt, hogy nem okozol szenvedést magadnak és másoknak. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy gyakorlattal, minél inkább dajkáld magadban, és növeszt fel erőssé ezt a képességet, hogy tudja az élethelyzeteidre rálátni ebből a pontból, és akkor pontosan fogod tudni azt, hogy adott helyzetbe adott választás az most neked kárt okoz, vagy másnak kárt okoz, vagy esetleg mind a kettőtöknek jó. Óvakodnék attól, hogy kész recepteket és ilyen ex katedra kijelentéseket próbáljunk követni, próbálj követni az életedbe, mert ez nagyon ideig, óráig működik, csak nagyon sokféle helyzettel találkozunk az életben. Én azt tapasztaltam a saját életem során, hogy, hogy a nagyon kigondolt, meg ilyen tankönyvből kiolvasott válaszok általában nem jók. Ha vesszük a fáradtságot arra, hogy rálátást szerezzünk, akkor tudunk mi saját magunk jól eljárni az életünk helyzeteiben. Ez ott a trükk, hogy kell hozzá a türelem, hogy ezt elért némi nem gyakorlás által. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet összehozni a pillanatban történő jelenlét, tehát az önfelettség fogalmával. Gondolok itt arra, hogy mondjuk ha az ember egy nagyon szép estén a legkedvesebb barátaival, ismerőseivel eltölt pár órát, akkor tényleg órák telhetnek el addig, amíg belül mondjuk egy ilyen zembot ütés megtörténik, és, és jól érezte magát, és nem szeretné ezt a, ezt a pár órát egy olyanra cserélni, amikor folyamatosan jelen van, és mindent úgy lát, ahogy, vagy mindent vizsgál folyamatosan. Amikor a barátaiddal vagy és jól érzed magad, meg amikor itt vagy a darmateremben és esetleg nem érzed jól magad, az nézd meg, hogy ez valójában azonos vagy különböző ez a két helyzet. Nem tudom. Az nagyon jó, hogyha nem tudod. És ezt érdemes megtartani. Ugyanis a zen tanítás sokszor hangsúlyozza ezt a pontot, hogy érd el a nem tudható tapasztalatát. És hogyha valamit nem tudsz, az a középiskolai és egyetemi nyugati rendszeren kívül azért jó, mert legalább nem tudod rosszul. És érdemes a gyakorlat során mindig erre a pontra visszatérni, ezért tesszük fel a nagy kérdést is mindig, hogy mi -e ez a minden ered, mi az, ami lát a szememmel, hall a fülemmel. Ha ezt őszintén vizsgálod, akkor egy idő után nem fogod tudni a választ, és ez elvágja a gondolkodást, és ekkor tapasztalhatsz valamit, ami a gondolkodáson túli. És ezt a pontot érdemes megtartani aztán minden helyzetben. Tehát amikor te a barátaiddal vagy, és jól érzed magad, és önfeled vagy, elfeleded a saját körülményeidet és problémáidat, és hogy a 23. felmenőd vajon milyen karmát követett el, amitől most te szenvedsz, vagy a szüleid, akkor ott vagy abban a pillanatban, és legyél csak ott abban a pillanatban, ne vizsgálgasd magad, hogy ez most jelenlét, önfeledtség, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Érdemes az összes ilyen fogalmat elengedni, amikor a gyakorlás ideje van, akkor gyakorolj, amikor a boldog bulizás ideje van, akkor pedig bulizzál. Valójában az a tudatosság, ami jelen van, az mindegyik mögött ugyanaz. Nem baj az, hogyha az elején ezt még különállónak érzed, folytasd a gyakorlást, és a gyakorlásba is próbáld hosszú távon ezt az elején természetszerűleg jelentkező feszültséget, hogy akkor most te mindent kontrollálni szeretnél, és mindennek a, végére szeretnél járni, egy szemlélődő figyelemmé nemesíteni, és akkor kiegyenlítődik majd úgymond az élet és a gyakorlás. Köszönöm szépen. Szívesen. Az én kérdésem a múlandósággal kapcsolatos. A mi nyugati társadalomunkban ez egy eléggé tabu téma, viszont egy bizonyos kor fölött ez nagyon is foglalkoztatja azt gondolom az embereket, Nevezetesen a halálfélem. Hogy lehet ezt a dolgot egészségesen kezelni, vagy legyőzni? Köszönöm a kérdésedet, és ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Már az, hogy fölmered tenni a kérdést, és foglalkozol vele, az az első nagyon jó lépés, hiszen, ahogy mondtad, tabuként kezeli most a társadalom ezt. Régen jobb volt, mert otthon haltak meg az emberek, és gyerekkortól kezdve látták a. Az egészen kisgyerekek is, hogy a nagymama, a nagypapa tiszta szobába föl lett ravatolozva, és akkor látták, érezték, szagolták a halált, és meg is voltak a ritusok erre, hogy a közösség hogyan dolgozik ezzel. Könnyebb volt akkor. Most, mivel nem látjuk ezt, ezért nem tudunk vele mit kezdeni, és a közösség sem tud vele mit kezdeni. Egyén szintjén pedig hát el sem indulunk ezen az úton sokszor. Érdemes valamilyen spirituális hagyományt gyakorolni. Élet második felében ez gyakorlatilag ez a fejlődési lépés, hogy elkezdesz ezzel foglalkozni, ez elengedhetetlen. És a kérdés hatására, azzal, hogy elkezded vizsgálni, hogy valójában ki is vagy te pontosan, hogyan is jön létre a te személyiséged, hogyan jön létre az életed. Hogyha ennek a kérdésnek a végére jársz, és megtapasztalod azt, ami már nem tudható, és megtapasztalod a dolgok létrejöttét és elmúlását, és azt, hogy valójában mi az, ami meghal, és mi az, ami nem hal meg, akkor tudod tapasztalati módon oldani ezt a félelmet, és, és ez valóban a, a hosszú, hosszú távú jele a jó gyakorlásnak hogy ezek a kérdések, hogy mi van a halál után, meg egyáltalán ez az halál kérdés, ez az én életemben hogyan jelenik meg, hogyha ennek a szenvedés nyomását már nem érzed, akkor az lehet egy jele annak, hogy a gyakorlásod jó irányba halad. Nem egyből következik ez be, és határozottan nem oldják meg a saját tapasztalatom szerint ezt a félelmet a könyvből kiolvasott elméletek, meg azt, amikor emberek jönnek és úgy elmondják, hogy mi lesz, hogy lesz. Akár a buddhista verzió, hogy most akkor jönnek a bardó állapotok, és ez történik, az történik. Lehet, hogy úgy van, lehet, hogy nem. Amikor az ember például a haldoklás állapotába kerül, akkor ott már nagyon kevés lehetőség van arra, hogy kiselőadásokat hallgassunk és tartsunk. Egyáltalán a képességeink is már nem elegek erre. Nagyon egyszerű dolgok elegek, az, hogy esetleg ott van-e valaki, akivel megfoghatod a kezét, vagy jelen vagy a többiek számára, ott a családod, ott van-e valaki, akivel szeretett kapcsolatot létesíthetsz még. Tehát ezek az ilyen elemi jellegű élmények, és ugyanúgy belül is elemi érzett tapasztalat kell a halálfélelem oldásához, tehát én azt javaslom, hogy mantrázás gyakorlás sokat, és sok-sok nagy kérdés, hogy mi ez, ami, ami belül bennünk van, és ami kimondja azt, hogy én. Ha ezt a nagy kérdést megválaszoljuk, akkor az történik, ami, amit a zen hagyomány nem véletlenül emleget, hogy Elvégezni élet és halál nagy munkáját. Ez egy óriási feladat, de a legtöbb és a legszebb, amit tehetünk itt, hogy itt vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, és egyben ezzel szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy eljöttetek, bevállaltátok ezt a nagy kihívást, hogy meditáltok, és nagyon kívánom azt, hogy gyertek minél többször vissza és gyakoroljunk együtt sokat, érjük el a felébredést, és éljünk, érjünk el egy szenvedés nélküli derűs állapotot magunk és mások javára egyaránt. Köszönöm szépen!